Mozgalmas időszak áll a BMT-je atlétikai szakosztálya mögött. A fedett pályás jó szereplések után a vírusos időszak miatt a csapat nem tudott a BMT-je pályáján edzeni, így a kamaraerdőbe kényszerültek. Az edzések a karantén alatt végül az MTK pályáján heti 3 alkalommal folytatódtak, az edzőtáborok pedig elmaradtak. A nehezített felkészülés ellenére a 4 válogatott atlétától, Kőszegi Mirától, Molnár Jankától, Barta Előttől és Vál Zoltántól kiváló egyéni csúcsok születtek. Kezdődött az új szezonunk a Budapest Open-nel, ahol a Vál Zoltán meg a Janka is az első 3-ba végzett, Janka második volt egyéni csúccsal. Budapest Open után következett a felnőtt országos bajnokság, ahol Molnár Janka megnyerte a 400 méter síkfutás egyéni csúccsal, amit vártam tőle, sőt országos csúcstól 500-adra maradt el a junior csúcstól, az benne van még most is. Utána következett másnap a 400 gát, ahol a Mátós Ára volt a csúcsnartók, az EB második volt, ő tavalyi EB-ről beszélek juniorról, ahol a Janka ötödik volt, most nagyon megvette a Mátós Árát, és itt is elmaradt egy pár századdal az országos csúcstól, és utána következett a Gyulai Memorial, ahol Janka indult, és a nemzetközi mezőnyből az Európa bajnok, Európa bajnok második helyezett, Karib bajnok, junior, mindenki ott volt, nagyon szép hatodik helyezést ért el a második legjobb idejével. Zolt mostoha körülmények között, viharos szélbe és esőbe, és most következik majd a Junior Liga döntő, utána pedig az országos felnőtt csapatbajnokság, ahol a Dunakeszivel indulunk közös csapattal. Emellett Barta előtt 3 évi sérülés sorozat után megnyerte az utánpótlás bajnokságot hatalmas egyéni csúccsal 400 méteren, és 6. lett a felnőtt országos bajnokságon. Vál Zoltán a felnőtt országos bajnokságon 4. helyezett, utánpótlás OB-n pedig 2. lett 100-on és 200 méteren is. Kőszegi Mira a junior bajnokságon 2. lett. Molnár Janka 400 méteres gátfutó eredménye miatt az UH20-as világranglista élére került. Most már a 400 gátat szeretem jobban csinálni, mert már kicsit könnyebben megy, mint az elmúlt években, mert sok volt vele a baj, még most is van, de amellett a 400 is azért közel áll a szívemhez. Talán a gát technikában még van hova fejlődni, meg hát erősségben egy kicsit. Nekem személy szerint a 200 méter a kedvencem, azt azért szeretem, mert nagyon jól el tudom adni magam igazából a kanyarba, és a végén pedig nagyon jól tudok tapadni az ellenfelekre. Boros Bence kezd egy kicsit gyorsabban, a hosszú egyenes nő futja meg erősebben, és ebből Vazoli mögé keveredik, itt a pálya előny lassan-lassan eltűnik, vagy eltűnhet, de nem, még mindig Zolinak van az előnye, és Zoli megtartja az előnyét, megtartja! Hát nekem alapvetően a 400 méter gátfutás, viszont a sorozatos sérüléseim miatt én ezt az utóbbi időben nem tudtam csinálni, emiatt most a 400 méter került az előtérbe. 400 méter gátfutás, a kitartása, a szépsége miatt, a technikája miatt szeretem nagyon, aztán bízom benne, hogy a következő évben már részese tudok lenni ennek a versenyszámnak, és tudom csinálni majd. Az a szakosztály sikere, mert ők, ezek a versenyzők, főleg a természetes, ez a 4 válogatott versenyző, 9-10 éves kor óta van nálam, hát most már 18-19-20-21 évesek, tehát ez a szisztematikus 10 éves munka. A gyümölcse természetesen jó adottságok kellenek hozzá, anélkül nem megy. És hát ez egy kemény sportág, nagyon nyomul itt a kézilabda, kosárlabda, a labdarúgásra, nagyon nehéz nekem kiszűrni, olyan népkézláb gyerekeket meg felnevelni, tehát mondom, egy ilyen kis szakosztályt, ez óriási eredmény, hogy itt a két országosban, a korosztályosom meg a felnőttön 3 magyar aranyérem és 4 ezüstérem, mert még egy másik van nekem, egy idegen légiósom, akit igazoltunk, mert itt jár iskolába és hozzám akart jönni, a Fekete Gábor, ő is 2. volt mögött az utánpótlás országos bajnokság. Tehát ez egy nagyon jó szereplés, tehát ez egy kiugró szereplés országos szinten is. Vízi Sándornak, a BMTE klub ügyvezető elnökének és Karsai Ferenc polgármesternek az ötlete volt az az új támogatási rendszer, amelyben egy kerületi vállalkozó egy sikeres sportolót támogat. Elsőként Bakos Miklós vállalta Molnár Janka segítését. Én elsősorban nem fitoktatásból vállaltam el a Jankának a támogatását anyagilag,
hanem egy példát szerettem volna mutatni a kerületi vállalkozóknak, mert mi úgy érezzük, hogy ha mi igazi kerületi lokálpatrióták vagyunk, vagy szeretnénk azzá válni, akkor a kerületi érdekeket mindenek fölött támogatni kell, és az, hogy a kerületünknek most már nem csak NB1-es futballcsapata van, hanem ilyen neves sportolója a Janka személyében, aki országos bajnok, az U20-as világranglista elején áll, és most a Gyulai Memóriánban már 6. helyre be tudott futni egy borzasztó időjárási viszonyok között, ahol teljesen le voltak az izmok merevedve. Szerintem mindenféleképpen példaértékű. Én a saját tevékenységemmel azt szeretném, hogyha több budafoki vállalkozó is elgondolkodna azon, hogy módjában áll-e, és hogy kérni a Vízi Sándortól, hogy na, akkor a Bakos módjára én is szeretnék, adjatok nekem egy fiatal sportolót. Nyilván az olimpia is jó lenne, nekem elsősorban nem az a legfőbb cél, hogy oda kijussak, mert még közel is van, és még fiatal is vagyok. Az Európa-bajnokságon szeretnék jól szerepelni, és U23-as Európa-bajnokságom lesz. Ott legfiatalabbként leszek, de ott is jó lenne egy döntős helyezés. A BMT klub is támogató, csak nem egy éve segítik személyesen is a 4 válogatott versenyzőt. A Molnár Jankának van egy saját szponzora a Bakos úr személyébe, de ő négyüket, tehát a 4 válogatott versenyző, mert Bélteki Róbert úr, a labdarúgó klubnak a tulajdonosa, Jakab úr a tisztelbedő elnökön keresztül felajánlott nekik egy évre, havonta kapnak ösztöndíjat, tanulmány ösztöndíjat, és ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy meglegyen a motiváció, a gyúrást ki tudják fizetni, a táplálékkiegészítőket, az utazásokat versenyre, stb. Enélkül nem működne már ilyen szinten. Plusz ráadásul őket környékezik folyamatosan az egyesületek, MTK, Honvéd, GEAC, stb. Tehát így itt tudnak maradni, hogy mégis kapnak valami pénzbeli juttatást, különben már ellopták volna őket. És akkor nekem 10-11-es munkám elment volna, elvitte volna a hó. Szóval egyszerűen nagyon szeretem még egyszer megköszönni ezt Bélteki úrnak, és nagyon remélem, hogy továbbiakban is fog támogatni minket, mert ez nagyon megmentette a hajót. Az atletizálás nem csak sport, szemléletet is ad, amely hosszú távon is sokat segít az életben. Megtanítja az embert szerintem küzdeni, és nagyon nagy akaraterőt ad. Így a továbbiakban is szerintem az életben, mert az edzéseken, hogyha mondjuk tényleg egy rendes szezont végigcsinál az ember alapozással és versenyekkel, akkor ez egy elég komoly motivációt adhat a továbbiakban is, mint így az élet többi terén, vagy más terén. Úgyhogy szerintem ez. Igen, és emellett úgy gondolom, hogy tartást is, meg fegyelmezettséget, és a sikerek, kudarcokat, hogyha helyén ki tudja kezelni az ember, akkor ezt az élet bármelyik területén ugyanúgy tudja kamatoztatni és használni. Fegyelmet, azt nagyon, meg hát a kitartást, azt a fiúk is mondták, azt is mindenképp, és szerintem még egyfajta önbizalmat is ad az embernek.